Pénteki életképek a Radó-szigeten. Néhány órányi alvás után már kora reggel nagy munkában voltak a Vaskakas Bábszínház munkatársai, barátaikkal és önkéntesekkel, hogy a 9. Györkőc Fesztivál szombaton már kész játékokkal várhassa a gyerekeket a 10 órás kapunyításkor. Rengeteg teendő hárul ilyenkor a szervezőkre, annak érdekében, hogy minden tökéletes legyen, hiszen nem csak Győrből, hanem az ország számos pontjáról, sőt külföldről is érkeznek családok a mesés rendezvényre. Most csütörtökön elkezdődtek az útlezárások, hiszen abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a város maximálisan mellettünk áll, úgyhogy csütörtök éjjel a fiúk elkezdtek pakolni. Az egyik leglátványosabb most már több éve az az Esernyő híd, a Rába 2-ös hídon. Ennek a felépítéséhez több éjszakát vesz igénybe, úgyhogy ezzel kezdünk mindig, illetve több helyszínen vannak színpadok, amit szintén föl szoktunk állni előtte, gyakorlatilag napok óta a pakolás folyik minden helyszínen. Az Esernyő híd pénteken még így festett, de érdemes hétvégén kilátogatni a Rába 2-ös hídhoz, hiszen néhány óra alatt gyönyörű köntösbe öltöztették a szakemberek az átjárót. Ott jártunkkor már a Györköz központba, vagyis a Bécsi kaputére is kikerültek a mosolygós fényképek, hiszen idén is egy-egy kedves képért cserébe kaphatnak belépésre jogosító karszalagot a fesztiválozók. Általában olyan szombat délutánra nyugszik meg a társulat, amikor már minden játék üzemel, a megnyitó, ami ugye szintén egy külön szervezés a Dunakapu téren, az a pénteki nap, az ugye koncertekkel, beállásokkal, tűzijátékkal, kulcsátadással, tehát az egy nagyon izgalmas része a pénteknek, és szombat délutánra van az, hogy egy kicsit úgy tudunk körülnézni a fesztiválon, hogy na, talán minden működik és minden rendben van. Híradónkkal egy időben a bogárbállal, a padödő zenekar koncertjével, valamint a kulcsátadó ceremóniával elindult a 9. Györkőc Fesztivál, mely szombaton és vasárnap 10 helyszínen 1000 programot kínál a család apraja nagyjának.